Komoly vita alakult ki a magyar közéletben az utóbbi napokban, amiatt, hogy Novák Katalin köztársasági elnök kegyelmet adott a Hunnia perként ismerté vált ügyben elítélteknek, azaz Budaházi Györgyéknek. Tavaly december végén egyébként 7 vádlottat már eljárási kegyelemben részesített az elnökasszony, most pedig Budaházi György tekintetében is, aki már hosszú évek óta börtönben sínlődik, foganatosította azt a jogkörét, amivel kegyelemben, illetve felfüggeszthet szabadságvesztésüket töltő emberek büntetését. Ez tehát megtörtént, és talán a legdurvább kifejezésekkel a Gyurcsány párt bírálta ezt a lépést. Erről is szó lesz a következő percekben. A vonalban van dr. Gaudi Nagy Tamás, Budaházi György ügyvédje, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője. Annyi pontosítást tennék, hogy ebben az ügyben, ezt mindig elmondom, én nem jártam el védőként, Budaházi György védőjeként. Itt én tanú voltam egyébként. Igen, bocsánat. Egyébként jó, hogy elmondta ezt, mert pont erre vonatkozna az első kérdésem, hogy vajon véget értek-e Budaházi György számára viszonttagságok, mert hogy más ügyekben is feljelentették őt, ugye ott van a szivárványos körökből érkező feljelentés, mert az iskolai gender agymosás ellen szólalt fel. Tehát ez a kegyelem most pontosan mire vonatkozik a Budaházit érintő vádak közül? Igen, ez kizárólag erre az úgynevezett Hunnia perként elhíresült ítéletnek a következménye aluli részbeni mentesülést jelent, tehát ugye első fokon, ez hosszú a történet, de mindegy, a végét mondom inkább, tehát ugye idén március 9-én jogerősen 6 év fegyház büntetést szabtak ki rá, több 9 társá közül még további 5 személyre szintén jogerős szabadságvesztés fegyház büntetéseket, és ők meg is kezdték a büntetésük letöltését, március 9-én a törzsbe is vették őket, illetve korábban már számos eltérő időpontokat Budaházi György közel 3,5 évet töltött már különböző kényszerintézkedés, tehát előzetes letartóztatás rácsok mögött, hogy egyszerűen fogalmazzak. Tehát ez erre terjed ki, és valóban van ez a másik eljárás, ami egy szintén hasonlóan képtelen tárgyú jellegű, az 2019-ben egy háttértársaság által meghirdetett nyilvános rendezvényre, ahol iskolai LMBTQ propagandát hirdettek, oda ment el, szeretett volna vitatkozni, ellenvéleményt elmondani, eszmecserét folytatni, és mindenfajta erőszakcselekmény nélkül véleményt demonstrálni, ezt 2-8 évig terjedő közösségtagjani erőszak miatti feljelentést tett a háttértársaság, és bár kétszer megszüntett a rendőrség, de még most is folyik az eljárás, és hát reméljük, hogy azért ezt vagy sikerül eljárási eszközökkel megszüntetni, vagy akár erre is esetleg egy kegyelmi kezdeményezést tenni, ezt egyébként meg is tettük. Egyébként, hogyha most a Budaházi Györgynek a mindennapjait nézzük, akkor van neki munkája, vagy hogyan, ugye ön, aki mondjuk ismeri nyilván az ő hétköznapjait, hogyan fog megélni most, vagy milyen mindennapok várnak rá? Hát nyilván erről valóban ő tudna nyilatkozni, ajánlom is szívesen esetleg, hogy tényleg őt érdemes lenne meg invitálni egy pár gondolat erejéig, de amit én tudok, az az, hogy hát nyilván itt egy nagyon nehéz, ha úgy tetszik, újrakezdésről van szó, hiszen Gyuri nemrég mondta, hogy közel 10-szer kellett a családuk életét az elmúlt 14 év alatt tulajdonképpen újra szervezni, mert ő ezt mindig elmondja, hogy az ott a legnehezebb ebben. Nem is az, hogy 3,5 évet rácsok mögött töltött, ami önmagában is persze rettenetesen kemény, de ez nem egybe történt, hanem 4 különböző darabban, 4 különböző időszakban, és mindig ott lógott a fel fölött, hogy újra és újra vissza kell tenni. Természetesen meg ilyen hosszú távon meg kell teremteni ugye egy újrakezdés lehetőségeit, és ebben nyilván, hogy vannak tervei. Az biztos, itt a mellékbüntetés keretében, ugye van egy közügyektől eltiltás, ami a ítélet 5 évig szól, az jelenleg arra nem terjed ki a kegyelem, és ez azt is jelenti, hogy a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól sem mentesült. Tehát ez a munkavállalásnál azért ez adott esetben problémát jelentett, de hát nyilván, hogyha például a saját hagyományőrző boltjukkal kapcsolatos tevékenységet folytatja húgával együtt, akkor ez talán kevésbé lesz gond, de azoknak gond lehet egyébként, akik mondjuk akár állami tisztségben voltak eddig, vagy szeretnének állami tisztségben, vagy munkáltatók nagy része azért erre úgymond tiszta elkölcsi bizonyítványt ír elő, hát ez a lehetőség nem fogja megilleti a
többi érintettet sem. A Republikon egyik elemzője valami olyasmit mondott a kegyelmi eljárással kapcsolatban, hogy éppen a budaházi ügy elpalástolása miatt jött kapóra a kormánynak Ferenc pápa látogatása. Mennyire lehet ezzel egyetérteni ön szerint? Hát én ezt teljesen abszurdnak gondolom, itt nyilván fordítva áll a helyzet, hatalmas dolog és megtiszteltetés hazánknak, hogy Szentetyen látogatott másodszor is hozzánk, óriási felemelő élmény volt, én magam is ott voltam Kossuth téri szentmisén, de hát azt gondolom, hogy mindenki részesült ebből a kegyelemből, amit maga Szentetje látogatása jelentett, és szerintem az időzítés valóban teljesen méltó és megfelelő. Azt azért nagyjából tudtuk vagy sejtettük, hogy azért a kedvező döntés érik, hiszen tavaly decemberben 7 vádlottja ennek az ügynek, ez egy 17 vádlottas ügy volt eredetileg, már eljárási kegyelmet kapott, és köztük volt például egy olyan vádlott is, aki 4 év fegyházbüntetést kapott, úgymond terrorcselekmény miatt első fokon, és ehhez képest Budázi büntetése 2 évvel, a többieké pedig 1, illetve 1,5 évvel súlyosabb csak, tehát mi azért nagyon bizakodtunk, hogy ez előbb-utóbb el fog jönni ez a pillanat. Ezért is mondjuk azt, hogy szerintünk ez pontosan egy nagyon keresztényi, nagyon példamutató, rendkívül bátor döntés, nagyon tisztességes döntés is, és a társadalmi akarattal alapvetően egyező döntésről van szó. Tehát ezt emeli ki egyébként a bíróság is megerős ítéletében, ez nemrég érkezett meg egyébként, ezt és ismerem, és ebben valóban az áll, hogyha a büntetés nem áll arányban a bűncselekmény súlyával, az elkövetők társadalomra veszélyességével, akkor igazságtalanná válik, társadalmi hatását sem képes kifejteni. És azt is hozzáteszi a ítélet, hogy rettenetesen kinívó volt ez a 14 éves időmúlás, és ez rendkívül nyomatékosan figyelembe vendő. Azt is hozzáteszi, hogy társadalmilag egyébként hasznos tagoknak bizonyultak a vádlottak személyükben, mind munkát végző, családos, hasznos tevékenységet végző emberek, akik semmilyen olyan dolgot nem követtek el az eljárás alatt, ami miatt egyébként is felmerült volna ennek az ellenkezője, és személyükben. Tulajdonképpen ezt is érdekes mondom, kimondta a bíróság a jogerős ítéletben, hogy formál jogilag ők ugyan terrorista cselekménynek, terrorcselekménynek minősítik, de a társadalmi értelmezésben ezek a cselekmények nem minősülnek annak, hiszen emberi életben nem, hogy nem esett kár, de sérülés sem történt a terrorcselekmények kapcsán, és rendkívül csekély a vikár keletkezett. Tehát ezek a túlzóbb értelmezésben is igazából úgynevezett figyelmeztető akcióknak minősültek. Itt már most reagálni kell előrehozva, nem tudom, szerkesztő kérdezte volna a Antifa erők ugye támadásai hulláma, ami most februárban csapott végig az országon. Foglalkoztunk vele ma reggelig is. Igen. És hogy ennek az analógiáját felmerítik most balliberális oldalon, hogy tulajdonképpen Budázék, ugye most mint terroristák rá vannak engedve a társadalomra, és itt azért jegyezzük meg először azt, hogy azért egy alapvetően az önkényuralom útjára és a szabadságok korlátozásának útjára lépett állam terrorcselekményei voltak azok, amelyek kiváltották egyáltalán az ellenállást. Na bocsánat, hogy itt tartunk, ez nagyon fontos pont, akkor vessük össze a kettőt, tehát a magyarok nyilai és az egykori Gyurcsány kormány köznyugalom elleni tevékenységének az összevetése kapcsán milyen eredmény, hogy merre billen a mérleg nyelve ön szerint? Igen, hát itt mindenképpen egy időbeliséget kell látni és felállítani, tehát gyakorlatilag ugye ezek mondom túlzóbb értelmezésben is, vagy realistább értelmezésben, akár mondjuk így, ellenállási akciók voltak, egyfajta olyan végszükség helyzet volt az országban. Hát én akkor is már emberi jogvédelemmel foglalkoztam, akkor is már működött a Nemzeti Jogvédő Szolgálatunk, és napi rendszerességgel kellett, több száz ember ügyében jártunk el, olyan önkényes eljárások, rendőri bántalmazások, tömeges rendőri erőszak, illetve hát a 2006 őszi, ott aztán tényleg terrorista cselekményt is megvalósító, több száz ember sérülését eredményező, megletartóztatását eredményező állami erőszak bontakozott ki a hatalom megtartásáért, tehát akkor valóban, ahogy tetszik, egyfajta végszükségben érezhette magát a társadalom, és akik nem csak háborogtak és tüntettek, és legtovább léptek, ezen a mérlegen lehet ezt a cselekménysort vizsgálni. Ebben pedig az ok és okozatot nem szabad összekeverni, másrészt meg az eszközök sem voltak, még egy hangsúlyozom, a Hammerbande, ugye az antifák, hát azok célzottan vadásznak le
jobboldali embereket, közszereplőket vernek szét, gyakorlatilag rokkantanak meg, és sűrűs sérüléseket okoznak. Itt erről azért szó nem volt. Annak ellenére, hogy azt is még egyszer el kell mondani, mert ez is mindig elmondja, hogy ők mai napig nem fogadják el ezt a jogerősítéletet egyébként, és álláspontjuk szerint, ebben én is azért osztozom, régóta kísérem az ügyet, a bizonyítékok rendszerét nem látjuk olyan zártnak, hogy azokból ez a felelősségi kör megalapítható legyen. Itt arra utalni kell, hogy nagyon sok aggály... Az mit jelent, hogy nem látjuk annyira zártnak? Ez konkrétan azt jelenti, hogy ugyan persze formájogilag el kell fogadnunk egy jogerősítéletet, amiben megállapítást nyertek a cselekményi felelősségek, meg elkövető magatartások, de az odavezető bizonyítékok, ugye mert bizonyítékok döntik el ugye egy ügynek a megítélését, és ezek a bizonyítékok, amelyek alapján a bíróságok eljártak és ítélkeztek, 2010 után történt a vádemelés, azok mind a Gyurcsány időszakban keletkezett bizonyítékok voltak. Ezeknek jelentős részéről ma már teljesen bizonyítható és levezethető, és ezt ki is mutattuk számtalanszor, hogy ezeknek a beszerzése finoman szólva nem volt törvényes utalok arra, hogy két érintettje ennek a csoportosulásnak, a Hunia mozgalomnak úgynevezett kényszervallatás útján került olyan helyzetbe, hozatalra, hogy olyan nyilatkozatokat tettek, amit egyébként nem tettek volna maguktól. Mert az egyik visszavonta, a másik nem vonta vissza, és tulajdonképpen mai napig ez a második személy, aki nem vonta vissza a vallomásait, az ő vallomásai, tulajdonképpen a legerősebb bizonyítékok ebben az ügyben, amelyeket hangsúlyozottan az ő előzetes letartóztatása alatt gyerekeinek elvételének fenyegetésével, sok éves börtönbüntetéssel, fenyegetéssel a háta mögött vagy feje fölött szedtek ki belőle. És ezen túlmenően az úgynevezett tárgyi bizonyítékok jelentős körénél is vannak, akár informatikai eszközök lefoglalása, akár különböző nyomok rögzítése. Ezekben végig kísérhető, hogy egyszerűen nincs meg a kétséget kizáró bizonyítottság, de most már ezen a jelentelmen túl kell lépni nyilván mindenkinek, azt tudom, hogy látni kell, hogy ezek a cselekmények, tehát még egyszer mondom, nem voltak messze menően összemérhetőek a Gyurcsány állami erőszakkal, és közel sem hozhatók összefüggésbe az Antifa csoportosulásoknak, amelyek valóban személy elleni erőszak legdurvább formáit választják, és számolnak le politikai ellenlábasokkal. És meg a történelmi előzményekhez még egy kérdés, fontos felvetés, ugye az több hullámban zajlott a 2007 és 2008-ban ezek az akciók. Az első akció az tulajdonképpen az egészségügyi privatizáció elleni, ha úgy tetszik, figyelmeztető akciók voltak. Hát ennek is azt gondolom a társadalmi mögöttes célzatát nem lehet vitatni, vagy akár ugye az LMBTQ propaganda terjesztés elleni része, ezekről mind bebizonyosodott, hogy lényegében valóban helytelen és nemzetellenes törekvések voltak, vagy azok mai napig is, és ezért volt az, hogy ilyen rendkívül széles körű összefogás jött létre, talán erről is a szabad egy pár mondatot beszélnék, hiszen nem csak a Nemzeti Jogvédő Szolgálatunk járt el ebben az ügyben, és ugye több védő kolléga is ugye képviselő volt ebben az ügyben, Óvazánszki Ilona volt az egyik védő kolléga, aki a szolgálatunknak elnökségi tagja, Gyurta Tibor szintén az ő védence még azon négyek között van, akik nem kaptak kegyelmet, Bánk Arnold ügyvéd kolléga is hasonlóan egy ilyen szemét véd, de ugye egyre szélesedett az összefogás, és tulajdonképpen egy olyan civil össznemzeti összefogás jött létre, ami a Budázi Bizottság az igazságtételért civil társaság formájában tavaly októberben meg is alakult, nem bejegyzett szervezet, de Gondol Katalin volt rádióelnök asszony kezdeményezésére. Végtelen lenne a sor, hogy felsorolom, de hát tulajdonképpen csak említsünk meg egy párat, Fábri Sándor, Szikora Róbert, Nagy Feró, csak kihagyni tudnék jeles embereket, úgyhogy a szabadságot.com oldalon mai napig elolvashatók ezek a széleskörűben is ismert személyek. Morvai Krisztinát is ki kell emelem természetesen, hiszen ő jogászként és politikusként is már elkezdettől fogva kiállt az ügyben, de Skrapszky Fuzsina, Fisi Angéla, tényleg nem akarok senkit kihagyni, csak kihagyni tudnék. Tehát neves és ismert, vagy kevésbé ismert emberek széles köre állt ki,
és ezt azért azt gondolom, hogy nagyon helyesen érezte meg a államfő, köztársaságelnök asszony, a igazsági miniszter asszony is, és az időzítés pedig, hát még egyszer mondom, azt szerintem teljesen méltó és megfelelő. Ez a keresztényi hát gondolkodás része, aki nyilván ezen felháborodik, hogy hogy merték összefüggésbe hozni a Szentatyával, aznak nyilván fogalma nincs az irgalmasság keresztényi fogalmáról, de hát ez az ő problémájuk.